Köszöntöm a nézőket, Kozma Zoltán vagyok, a közügyekben foglalkozunk a húsvéti előkészületekkel. Interjút adott nekünk a szabadkai megyés püspök, és az ünnephez kötődő bánáti hagyományokat is bemutatjuk. Riportot láthatnak Kárpátaljáról, ahol sajnos a háború árnyékában készülnek a legnagyobb keresztény ünnepre. Budapesten a segélyszervezetek azon dolgoznak, hogy a menekültek minél könnyebben átvészeljék a mostani vészterhes időket. Bekukkantunk egy kicsit mi is a munkájukba. És sok vajdasági magyar asszony vállal külföldön idős gondozói munkát. A pénzért cserében nagyon kemény, embert próbáló feladat ez. Őket is bemutatjuk a műsorban. Tartsanak velünk, kezdünk! A húsvéti ünnepkörhöz tartozó hagyományos szokásokat idézték fel a Bánáti Sándor egyházán. Annak ellenére, hogy az évek folyamán már sok minden megváltozott, a hívő közösség törekszik a hagyományok őrzésére. A Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben is ezt teszik, a legkisebbeknek szerveztek kézműves foglalkozást, hogy ráhangolódjanak az elkövetkező ünnepre. A húsvéti ünnepet megelőző nagy héten a Sándor egyházi katolikus hívő közösség a hagyományos szokásaihoz híven készül megünnepelni Jézus feltámadását. Az itt élő bukovinai székelyek és a paltjén bolgárok szokásai az elmúlt évszázados együttélés folyamán kiegészítik egymást. A helyi magyar közösségi házban volt alkalmunk az ünnepvárásról beszélgetni. Készülünk mostan nagy csütörtökön a nagy mise, utána pénteken tojásfestés, meg sonkafőzés, meg ilyesmi. Akkor megyünk a misére, úgyhogy egész hét el van foglalva evel. Nagy csütörtökön este megáll a harangszó, akkor a gyerekek járnak kerepelni. Nagy pénteken reggel, délbe és este. És szombaton reggel és délbe. Akkor megáll a kerepelés, akkor este jön a föltámadás, akkor indul a harangszó. Ez még van, de a gyerekek nincsenek, nincs ki kerepeljen most már. Tojásfestés mennyire maradott meg a hagyományos módszer? Hagymahajba fessük. Na, festékbe is, de jobban hagymahajba. Az nem fogja a gyerekeknek a kezüket. Elmondaná, hogy hogy készül? Hát a hagymahajat összegyűjtsük, és akkor oda tegyük egy fazékba, vagy lábos mindegy, és beletegyük mindjárt a tojást is, és akkor addig főzzük, ameddig megfelel a szín, amilyen színt akarunk. És a díszítés módja? A díszítés módja úgy van, hogy megfőzzük a tojást, és akkor rárakunk olyan levelet, vagy virágot, és akkor behúzzuk nájlonharisnyába, megkössük, és akkor tegyük vissza a forró vízbe. Utána, amikor kész, akkor átkenjük olajjal, hogy kicsit fényt kapjon. A bukovinai székely közösségi házban gyakran találkoznak a tagok, és idézik fel a hagyományos szokásokat, ifjú és gyermekkori emlékeket. Hangódi Julianna a régi húsvéti ünnepekről mesélt, hogy mi volt akkor a gyermekek öröme. Nagyon örültünk, nagyon vártuk a húsvétot. Gondolom minden ünnepet, de a húsvét már tavasz volt, vagy hogy mondjam, tojásfestés, de azt mi nem láttuk, amíg kicsit nagyobb bocska nem lettem, azt anyámik intézték el, mert hát a nyulacska húzta kertbe. Majd mikor már olyan nagyocska lettem, akkor láttam, hogy hogy csinálják meg mindent. Emlékszek, hogy az én anyukám ruhafestékbe, akkor minél úgy volt, hogy minél többet festettek, annál szebb volt, csak akkor az utcába odaadta tovább a szomszédoknak. Julianna régi fényképen unokatestvérével és barátnőjével van megörökítve egy húsvéti rokonlátogatás verselés után, piros tojással a kezükben. A húsvéti ajándékozás örömét gyerekeinek is átadta, akik saját családjukban folytatják a tőle tanult hagyományt. Az ünnepnapokon az asztali teríték is hagyományos módon készül. Ezek a szokások Sándor egyházán a mai napig megmaradtak. A nagy pénteken reggel kezdik sütni a kókicát, fölteszik a hallevest, sült halat olajba, krumpi salátát, krumpi hagyma, kis tojás, ki hogy szereti. Ebédelünk, ebéd után akkor készülünk a nagy pénteki misére,
Ott vagyunk nagypénteken, hát húsvétra készítünk apró kalácsokat, valamikor is apró kalácsokat készítettek, gurábli, akkor valamilyen almás pite, meggyes pite. Nem volt sok fajta kalács akkor, mikor én gyerek voltam, húsvét napján, hát reggelire, piros tojás, fehér tojás, sonka főve, torma, ez van a früstökre. Akkor ebédre van húsleves, hát krumpli, hát ilyesmi. A hagyományos ünnepekkel és a hozzájuk tartozó szokásokkal már kiskorukban megismerkednek a gyerekek, a családban vagy a közösségben. Egy ilyen alkalomra volt lehetőségük a 3-6 éves korosztályú gyerekeknek a Pancsovai Magyar Egyesületben. Elsősorban kézműves foglalkozásra számítottunk, majd amikor már többször megszervezzük és több gyerek bejön, akkor lehetőség teremtődik, hogy játékkal is, meg versekkel ismerkedjenek meg a hagyományainkkal. És amíg a gyerekek szüleik segítségével műanyag tojásokat, különböző alakú nyuszikat, csibéket és tojásokat festegetnek, elmondják, hogy mit szeretnének húsvéti ajándékként a fészekben találni. Húsvétra. És mit készítesz húsvétra most? Egy nyuszit és egy tojást. Közeleg az ünnep, amelyre minden családban, minden közösségben sajátos módon készülnek az emberek, akár a hagyományokhoz ragaszkodva, vagy felvállalva a korszerű világ adta lehetőségeket. Szlávko Vecserin szabadkai megyés püspök fogadott bennünket tegnap, az interjúban beszélt az előttünk álló ünnepről, annak kereskedelmi jellegéről, de a háború és a járvány okozta félelem legyőzésének fontosságáról is. Ez következik most. Szlávko Vecserin szabadkai megyés püspökkel beszélgetünk a következő percekben. Köszöntöm Önt a műsorban. Köszönöm szépen. Én is magukat köszöntöm, meg a nézőket is. Itt vagyunk a püspökségen, beszélgetünk. Kicsit visszaidézném azt az üzenetét, amit mi rögzítettünk húsvét alkalmából. Ön azt mondta a húsvét üzenetében, hogy a húsvét annak hitét és reményét ébreszti bennünk, hogy az élet nem minden. Hogyan látja ezt? E tanítás szerint élnek az emberek? Kellene, hogy élne. E tanítás szerint, igen, én abban a húsvéti üzenetben azt akartam kiemelni, hogy nem ez az élet minden, amit itt élünk, hanem van még valamilyen élet, akit át kell lépni, az pedig a halál, úgy, mint ahogy a Jézus Krisztus átlépte a tökéletes életbe, úgy mondván, úgy kellene, hogy minden ember ezt éljen, ezt követeljen. Mert ha mi Krisztus tanúi vagyunk, vagyis tanítványi vagyunk, akkor kellene úgy szintén ezen a módon élni, úgy, mint ő. Ő is várta, hogy ez átélje ezt a földi életet, és úgy, hogy aztán, hogy visszatérjen a mennyi atyához. Nekünk is itt a földön nem a mi otthonunk, a mi hozzánk a mennybe van, ahogy a Szent Pál is ezt írja az ő levelével. Úgy nekünk is így kell élni, mint egy hídon, amelyen átmegyünk, és átmegyünk a másik életbe. És az ön véleménye szerint mi kell, hogy történjen ahhoz, hogy az emberek megváltoztassák a gondolkodásmódjukat? Kell, hogy betegségen átessenek, vagy valami olyan drámai pillanat legyen, hogy elfogadják, hogy innentől kezdve másképp élek? Isten ments, mert az nagyon szörnyű lenne, hogy az emberek valamilyen betegségen átéljenek, és akkor elfogadják, vagyis váltsák az életünket. Azt hiszem, hogy kell, hogy az ember még elfogassa saját magát, szeresse magát, és ahogy az Úr Jézus is mondta, az ő, hogy is hívják be az ő parancsaibat, hogy elfogassa a másokat, másit is, úgy, mint saját magát. Mert ha én nem szeretem, nem tudom elfogadni saját magamat, akkor másikat sem nem tudom elfogadni. És ez itten az egészben, ebbe a mesébe, ez itten a hangsúly ennek.
tudni szeretni saját magamat, de tudni szeretni és becsülni a másikat is, és elfogadni. Úgy éppen, ahogy az Úr Jézus a saját életet átadta a minkért, akkor úgy is adjunk a másikét a mi életünket is. És ebben a rohanó világban van arra esély, ön hogy látja, hogy egy ilyen elfogadás megtörténjen az emberbe, és ne csak kergesse a következő kipipálandó feladatot? Az nagyon nehéz, az nagyon nehéz. Én mikor beszélgetek vagy a papokkal, vagy a hívő emberekkel, akkor mindig azt mondom, hogy nem könnyű keresztény lenni, nem könnyű. Tehát úgy, hogy lenni keresztény, úgy, hogy még vagyok keresztelve, és be vagyok írva az anyakönyve, és meg vagyok keresztelve, de olyan stílusban élni a mai világban, az nagyon nehéz, mert az azt jelenti, hogy becsületes legyek, hogy ne hazudjak, ne lopjak, ne csapjak be másikat, az nehéz, az mindenki azt éri, az mindegy, úgy mondva, fekete bárány lenni valahol a mai világban. Szóval nem könnyű. Nem könnyű, de valójában megéri, mert magunkkal teszünk jót, megéri, és a családtagjainkkal szerintem kevésbé leszünk idegesek is például. Igen, biztos, mert minden ember azt hiszem, hogy van olyan tapasztalata, amikor valamit másiknak jót tesz, vagy jót csinál, akkor valamilyen belső örömet érzi, vagy segít valaminek, idős néninek, vagy bácsinak, vagy kisgyereknek, akkor van valami öröme, ami nem tud semmi más úgy elhozni azt a örömet, nem tudja úgy élni, mint ez. Valakinek én segítettem, és ez szuper. És a húsvét szokásai ön szerint megmaradtak még a hagyományos módon, vagy átment ilyen kereskedelmi, komerc ajándékozó őrületbe, hogy így mondjam? Azt hiszem, hogy most már átment ilyen komerciális, van ilyen komerciális húsvétunk, minden az, hogy abban. De vannak olyanok az emberek, akik is tudják átélni ezt a húsvét misztériumát. Az emberek imádkoznak, gyónnak, járnak ezeket a szent három napokra, átélik az egész ezt a három napot, a Jézusnak a misztériumát, úgyhogy van, és ez a lelki, ami felújítsa az embert, és ad neki erejet, hogy tudjon kiharcolni ebbe a úgymondván nehéz világba élni. Kicsit az aktuális dolgokról is muszáj beszélnünk, ugye koronavírus után vagyunk, ami az embereket nagyon megtépázta, hogy úgy mondjam, az emberi társadalmat, a félelem érzet egyre erősebb lett. És most meg itt van ez az orosz-ukrán háború, a feltámadás reménye ilyen nehéz helyzetben hogyan tud segíteni az embereken? Az ember saját magának meg kell ezt magyarázni, még találni, hogy az embernek, ahogy nézi ezt a világot, még amit átéltük ezt a két évet, ugye a pandémiát, koronavírus, még akkor én gondoltam, most már ez vége lesz ennek, aztán kitört ez a szörnyű háború, és akkor hogy ebbe az egészben nézni, hogy engemet az Úr szeret. Mikor én látom és érzem ilyen sok szörnyűséget, ami van. Hogy lehet ez, és hogy lehet ez, hogy az Isten értem, még többi emberekért odaadta az életét, odaadta az édesfiát. Az kell elfogadni, kell hinni ebbe, és remélni, hogy a halálnak, még a rossznak, még mindennek nem az utolsó szava van, hanem éppen az életnek, a jónak, szépnek. És ebbe kell hinni, ez kell törekedni. És Ferenc pápa pont egy orosz és egy ukrán családot kért fel arra, hogy vigyék együtt a keresztet. Ennek milyen üzenete van? Üzenete van az, hogy próbáljuk elfogadni ezt, hogy vannak ilyen nehézségek a mindennapi életben és a világban, és ez nagy üzenet, hogy az is, hogy vannak ezek a nehézségek, azért van az a remény, ez mert Jézus nem mondta, hogy felszabadít minket keresztről.
nem mondta, hogy jöhetek utánam és boldogok lesztek. Igen, lesztek boldogok, de is segítek nektek, hogy vigyétek ezt a keresztet. És ebben van az egészben ez a valamilyen, hogy mondjam ezt, valamilyen vidámság, még remény, hogy az Isten soha nem hagy minket, hanem mindig mellettünk van. Akárhogy is van ez az élet nehéz, még akárhogy is vannak ilyen szörnyűségek, ami vannak. Az, igen. Püspök úr, nagyon szépen köszönjük a rendelkezésünkre, és áldott húsvétot kívánok önnek is. Én is viszont maguknak, még mindenkinek, minden jó szándékú embernek és minden hívőnek áldott és örömteljes húsvétot kívánok. Köszönjük szépen. Folyamatosan érkezik a segítség Kárpátaljára, az ukrajnai háború miatt egyre többen hagyják el az ország belsejét, elindulnak nyugat felé. A helyiek segítenek az odaérkezőknek, de nekik is támogatásra van szükségük. A légiriadók és a háborús állapotok miatt félelemben élnek az emberek. Újabb segélyszállítmány érkezett Kárpátaljára. A magyarországi szervezetek folyamatosan segítik a határ mindkét oldalán a belső ukrajnai menekülteket. Az ökumenikus segélyszervezet Kárpátalján számos közösségi szállón és családoknál lakó menekült élelmezését segíti. Továbbá több alkalommal is indítottak segélyszállítmányokat belső Ukrajnába is. A legfrissebb adatok alapján a háború kitörése óta már több mint 150 tonna segélyszállítmány ért el közel 120 helyszínre. Lehetővé teszi, a szervezet Beregszászi központjában járunk. A háború kezdete óta több kamionnyi élelmiszer és higiéniai szerekből álló adományt szállítottak a háború elől menekülő családoknak. Eközben folyamatosan működtetik segítőpontjaikat a határ mindkét oldalán. Beregszászi központjukba futnak be az igények, a felmérést követően a logisztikai csapat meghatározza, melyik településre milyen mennyiségű szállítmányt kell eljuttatni. Oda megy ez az áru, segélyáru, ahol nagyon nagy szükség van rá. Többek között vasúttal legalábbis egyelőre lehetőség van arra, hogy azokba a városokba is juttassunk belőle, ahol a harcok folynak. A zárónak az a része, amit a donor döntés alapján ide kell kerülnie Kárpátaljára, azok a kamionok ide jönnek be Beregszászra a központi raktárunkba. Az ökumenikus segélyszervezet ukrajnai kirendeltségénél már sok menekült kapott ideiglenesen munkát. Júlia egy kijevi ügyvédi munkaközösség munkatársa volt, most pedig az ökumenikus segélyszervezet jogi kérdéseiben nyújt segítséget. Családja Magyarországon talált ideiglenes szállást. A családom most Magyarországon van egy családnál. Gondoskodnak róluk, megmutatták nekik a parkokat, színházba voltak. Szóval én nagyon hálás vagyok a magyaroknak, akik ennyire jól fogadták a családomat. Ez pedig itt az a raktár, ahova megérkezik, és ahonnan később elindul a segélyszállítmány azokra a helyekre, ahol szükség van rá. A szállítmányok logisztikájáért felelős munkatárs Denis Nyipróból érkezett Kárpátaljára. Március 1-én kezdtem el itt dolgozni. A raktárban a feladatunk az, hogy szortírozzuk a beérkező humanitárius szállítmányok tartalmát. Ezután a központi iroda információja alapján mi összeállítjuk a szállítmányt a menekült szállók számára. Én azért felelek, hogy ezek a segélyszállítmányok helyesen legyenek csoportosítva, tervek szerint induljanak el és érkezzenek meg a kijelölt helyszínre. Naponta több száz olyan menekült érkezik Kárpátaljára, akiknek az elhelyezését és az ellátását helyben kell megoldani. A háború kezdete óta a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola az első között ajánlotta fel ingatlanjait a menekültek fogadására. A beregszászi kollégiumok mellett a főiskola más épületei is a menekültek fogadására lettek kialakítva. Mi azonnal értesítettük a partnerintézményeinket, akikkel szerződésbe állunk, van kapcsolatunk, tudományos együttműködési kapcsolat, hogy ha valakinek menekülni kell, akkor a kollégiumainkat felajánljuk számukra. Ami jó körülmények között van a magyar államnak köszönhetően, hiszen mindenütt van fürdőszoba, sőt, mi több, ebben az épületben, ahol vagyunk, itt tanári apartmanok is vannak, úgyhogy először a tanári apartmanok teltek meg.
Oksana Rezván, a Harkivi Nemzeti Egyetem professzora, a várostért bombatámadások után döntött a menekülés mellett. Nem csupán őt és családját, hanem még házi kedvencét, a mazsor névre hallgató cicát is befogadták. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ebben a nehéz időben befogadtak bennünket. Nem maradt semmink. Itt ez a fém darab egy bombából, amit magammal hoztam. Ez az, ami a szörnyű légitámadást követően maradt abból a bombából, ami 300 méterre csapódott be a házamtól. A lökés hullám kivitte a házunk ablakait. A bomba tönkretett egy ötemeletes lakóházat, egy kórházat és egy autóalkatrészgyárat. A harkivi harci cselekmények kezdete után egy héttel, ezután a bomba után úgy döntöttük, hogy elhagyjuk a várost. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy menedéket nyújtottak itt a számunkra, ellátnak élelemmel. Jelenleg Kárpátalján tartózkodik a legtöbb a háború elől menekülő belső Ukrajnából érkezett állampolgár. Számuk már eléri a 380 ezret. A Beregszászi Adminisztrációs Szolgáltató Központban már hetek óta regisztrálják az odaérkező menekülteket. A város tulajdonában lévő ingatlanokban 200 menekültet regisztráltak, a többiek magánszektorokban, családoknál, esetleg szállodákban találtak hajlékot. A tendencia az, hogy a nők és a gyerekek itt maradnak, a férfiak pedig visszatérnek Ukrajna különböző területeire szolgálatot teljesíteni. Humanitárius segélyek beszállításában több mint 25 szervezet foglalkozik. Mindenkinek a saját struktúrán keresztül van a donor és a fogadófél is. Nyilván a Beregszászi önkormányzat egyike ezek közül, és természetesen a mi raktárkészletünk most azt a célt szolgálja, hogy a forróvonalon keresztül bejelentkezett lakosok számára, a rászorulók számára célirányosan haza tudjuk szállítani, és ez érvényes azokra is, akik menekült státuszban vannak, és azokra is érvényes, akik beregszászi lakosok. Igyekszünk ezeket az igényeket még aznap, de maximum két napon belül kielégíteni, ahogy ez bejön a mi forró vonalunkra. Kárpátalján is egyre gyakoribbak a légiriadók, amire Beregszászban is felkészült a városvezetés. Amint megszólal a sziréna, a lakosságot arra szólítják fel, hogy vonuljanak a legközelebbi óvóhelyre. A kórházak esetében speciális bunkerek állnak rendelkezésre. Munkácson a különböző részlegeket szobák váltották fel, ahol előre elkészítették a mobil ellátóeszközöket, gyógyszereket és az egyéb egészségügyi felszereléseket. Legtöbb helyen csupán matracok vannak, ezért a Magyarországi Együtt Mindannyiunkért Alapítvány 20 darab több funkciós kórházi ágyat juttatott el a Munkácsi Gyermekkórház számára, amit az óvóhelyeken helyeznek el. A háború kezdete óta Magyarország nagyon sok segélyt küld Ukrajnának és Kárpátaljának úgy szintén. A segélyeket mint a magyar kormány, mint a magyar kormány által támogatott nagyobb segélyszervezetek, de kisebb alapítványok és egyének is szoktak küldeni segít a gyermekkórháznak és más kórházoknak. A magyarországi önkéntes adományoknak és a magyar kormány által biztosított forrásoknak köszönhetően a humanitárius szervezetek több 10 millió euró értékű segít és adományt vittek Ukrajnába, és szándékoznak küldeni a jövőben is. Ezért a kárpátaljaiak és a menekültek is egyaránt hálásak. A magyarországi támogatások révén felújított épületekben a helyiek vendégszeretetének is köszönhetően az ott tartózkodók jól érzik magukat, és minden szükséges segítséget megkapnak. Természetesen mindannyian abban reménykednek, hogy hamarosan megszületik a béke, és hazatérhetnek otthonaikba. A folytatásban Berényi Rihárddal, a Magyar Református Szeretetszolgálat BOK főkoordinátorával beszélgetünk. Jó napot kívánok! Mérséklődött-e az első roham, vagy még mindig tömegesen érkeznek az ukrajnai menekültek Magyarországra? Azt látjuk, hogy az első időszakhoz képest azért mérséklődött az érkezők száma. Mennyien vannak most a BOK csarnokban, milyen ellátást kapnak? A mai nap 8 és 10 óra között 20 család érkezett, ők jelenleg még itt vannak, a tegnap este érkezők pedig már tovább utaztak, az ő problémáikat nagyrészt sikerült megoldanunk már azt, amit itt meg tudunk oldani. Alapvetően itt az a cél, hogy a tovább utazásokat, illetve az itt tartózkodásukat megkönnyítsük. Amikor beérkeznek, akkor élelmiszerrel tudunk nekik segíteni,
tisztálkodószerrel, gyermekhigiéniás és női higiéniás termékekkel, kávéval, vízzel. Tehát ez az a szolgáltatás, amit tőlünk kapnak, illetve a MÁV pénztárakban tudják rendezni a tovább utazáshoz szükséges jegyeket. Hova vezet a továbbiakban az ukrajnai menekültek útja, mik a terveik? Sokan vannak, akik tovább utaznak Nyugat-Európába, de alapvetően azt látjuk, hogy nagyon sokan szeretnék itt Magyarországon kivárni a háború végét és hazamenni. Hogy bírják a nyomást a segélyszervezetek? Van-e utánpótlás? Kapnak-e támogatást? Mindig jó, hogyha kapunk segítséget. Alapvetően jelen pillanatban azt érezzük, hogy bírjuk a feladatot. Továbbra is kapunk adományokat, amiért nagyon hálásak vagyunk. Alább hagyott-e esetleg az emberekben a segítésre való hajlandóság? Akarnak-e még mindig segíteni az ukrajnai menekülteknek? Igen, továbbra is érkeznek adományok. Nyilván, ahogy haladunk előre az időben, ez egy picikét csökken, de azt gondolom, hogy továbbra is büszkék lehetünk arra, hogy hogyan segítünk, mert kapunk adományokat. Szeretettel köszöntünk mindenkit Mezőváriból. Jobban szeretnénk veletek lenni személyesen. Ez idén nem jöhetett össze. Megváltoztak a körülményeink, rajtunk körbe háború dúl, mindennapos rossz hírek, mindennapos légiriadók nehezítik életünket. De mi maradtunk, abban bízunk, aki nem változik, aki azt ígérte, minden javunkra van. Revicki Gyula verse, Isten. Téged tartottunk hajlékunknak, mikor még semmi hegyek nem voltanak. Hogy mégsem föld nem volt formálva, te voltál, és te vagy erős Isten. És te megmaradsz minden időkben. Kinek porszem minékünk egy világ, egy rebbenés határ az időnek. Ki a mi emberagyban mériát, nem olvasod, mert semmiség előtted. Ki buborékgyanánt elfújhatod, mit összehordtak népek, századok? Minden fűszálban érezlek, de elmém nem bír felfogni, megnevezni nyelvén. Magát tagadja meg, ki megtagad, mint a napot, a fényt, a szint, a vak. A porfiához más nem illik itten, mint hogy te bennem higgyen. Ki oda tűzted a közös napot, sugárzó lényed egy paránya képpen, ki hangodat majd zúgva hallatod, majd édes összhang bájos zengzetében, ki hogy megszűnj. Megértni vágyó elmém összeruska. Magát tagadja meg, ki megtagad, mint a napot, a fényt, a szint, a vak. A porfiához más nem illik itten, mint hogy te benned megnyugodva higgyen. A tudomány az ember bölcsesség, hadd fejtegesse millió csodáit, nyugodtan nézed újabb Bábelét, amelyen átegedbe nézni áhít. Engem tűnődött volt a kezdeted, időnek vége, hogy
se elfog a parányi sárnylap, és leborulva térdemen imádlak. Érzése elfog a parányi sárnylap, és leborulva térdemen imádlak. Magát tagadja meg, ki megtagad, mint a napot a fényt a szint a van. A porfiához más nem illik itten, mint hogy te benned megnyugodva higgyen. A porfiához más nem illik itten, mint hogy te benned megnyugodva higgyen. Lelked bíztunk elejétől fogva. Ma van nagy csütörtök, a keresztény hagyomány szerint az utolsó vacsora napja, amikor Jézus búcsút vett tanítványaitól és felkészült az áldozatra. A nagy hét ünnepeinek sorában a nagy csütörtök a gyász napja, ezért csütörtök estétől szombat estig nincs harangozás. Két év után újra megtartotta hagyományos koncertjét a szabadkai fúvós zenekar a Városháza dísztermében. A legismertebb fúvós zenekari indulókat, filmzenéket és örökzöld dallamokat hallhatta a közönség. Először tartottak húsvéti vásárt a Szajáni Móra Károly általános iskolában. Az iskola előtt tudtak vásárolni a falubeliek jelképes összegért. Az iskola minden diákja és tanára részt vett a programban. Színes és tartalmas ünnepi programmal jelentkezik húsvétkor a Pannon Rádió és Televízió, valamint a Szabadkai Magyar Rádió. Sikerfilmekkel, vallási és gyermekműsorokkal, zenei válogatásokkal is várjuk nézőinket és hallgatóinkat. Az elmúlt években egyre többen vállalnak idős gondozói munkát külföldön, főleg Németországban, Ausztriában és Svájcban. A 24 órás munka megterhelő fizikailag és pszichikailag is. Anyagilag viszont többé-kevésbé megéri. A következő riportunkból a külföldi idős gondozói munka előnyeiről és hátrányairól tudhatnak meg többet. Lábodi Magdolnak 2016-ban kezdett el idős gondozással foglalkozni Németországban, nem bejelentett dolgozóként. 2019-től Ausztriában folytatta ezt a tevékenységet, egy cégen keresztül, mint bejelentett magánvállalkozó. Az első másfél évben átalányadót fizetett, ami egy minimális összeg, ezután viszont megemelték a beteg- és nyugdíjbiztosítást. Nem szeretnék panaszkodni, hogy ezt előre kijelentsem, mivel hogy saját magam választottam ezt a munkát, nem voltam megelégedve az otthoni kereskedői fizetésemmel, és úgy döntöttem, hogy belevágok, nekivágok a nagyvilágnak. A másik dolog pedig az, hogy lehet, hogy csak az idei év lesz nehéz, tehát itt most ki fogjuk fizetni 4 részletben ezt a ránk szabott összeget, tehát az évi fizetésünk 33%-át, és van egy szakszervezetünk, nagyon sok ápoló tagosodott, de jó lenne, hogyha még többen tagosodnának, a Vidaflex, aki a 24 órás ápolók jogait képviseli, és a parlamentben előterjesztette, hogy kérnénk egy törvényt, ami csak ránk vonatkozik, mivel minket is besoroltak az itteni kisiparosok közé, magánvállalkozók közé, akiről tudni kell, ugye, természetes dolog, hogy egész évben dolgoznak, és minden nap több személlyel, tehát több kereseti lehetőségük van. Mi kapunk egy bizonyos napi díjat, amit beszorozunk 28-al, és ez a mi havi fizetésünk 6 hónap, elosztva 12-vel, ugye ezt mivel, hogy mikor otthon tartózkodok, akkor is számlákat kell fizetni, meg akkor is meg kell élni. A gondozói munka 24 órás. A gondozó a gondozottal lakik, feladata pedig a háztartási munkák elvégzése, illetve az idős személy ellátása. Németországban nem szükséges hozzá semmiféle végzettség, viszont előnyt jelent. Ezzel ellentétben Ausztriában tanúsítványt kérnek elvégzett idős gondozói tanfolyamról. Ilyen képzéseket többek között a Vöröskereszt is szervez.
Nagyon veszélyes tud lenni, mikor nagyon akarnak dolgozni az asszonyok, és nem nézik meg, hogy hova mennek, melyik cégen keresztül mennek, cég nélkül elindulnak egy idegen országba, nem ismerik a törvényeket, nem ismerik a jogaikat, nem ismerik, hogy mi a kötelességük nekik, és megindulnak, sajnos sokszor a közvetítőknek nagyon nagy pénzeket fizetnek a fizetésükből, a másik pedig nem viselnek róluk gondot, és az utcán maradnak, nincsenek kifizetve, nincsenek bejelentve, stb. Mi egyébként a reális fizetés egy ilyen munkáért? Tehát mi az, ami nem gyanús, hanem ami tényleg jár ennyi? Most én arról beszélek, mi egy céggel dolgozunk együtt, akivel az utaztatónknak szerződése van. Ez a Bregenzi cégnek. Itt a fizetések 75 eurótól 110 euróig mennek napi díjként. Ez bruttó, amiben benne van az egészségügyi biztosítás és a nyugdíjbiztosítás. Mennyi nettóban ez? Tehát mennyi nettóban körülbelül 11 eurót kell a napi díjból levonni, az megy a biztosítás, a többi az mind tisztán az övéké. Tehát ellátás van, tehát a fizetésüket tisztán hozzák haza. Mindenféleképpen fontos megfelelő közvetítőirodát keresni. Vannak olyan rugalmas cégek, amelyek megteremtik az alkalmas feltételeket, probléma esetén pedig segítenek, így, bár fárasztó a munka, élvezni lehet a pozitív oldalait. Egy új hely, kultúra és emberek megismerése nagy kaland lehet. Én Bajorországba mentem először, és ott is kötöttem ki, és nem is vagyok hajlandó más területen dolgozni. Imádom Bajorországot, különben, hát hogy is mondjam, nem profi, de hegymászó is vagyok, és a walking botomat is viszem magammal, amikor van időm. Hát ez 24 órás munka. Szóval nem szabad hagyni az idős embereket magukra. 2 óra hossza szabad időnk van naponta, és akkor ezt kihasználom, de viszont nagyon tényleg a sors velem van. Az első Kemptemben, a bajorországi Kemptem városában egy bűbájos nénihez kerültem. Ő 90 éves volt, nagyon nagy műveltségű, és rengeteget tanultam tőle. Aranyos volt a család, és hát messzebb lakott a fia, lánya, rám volt bízva a Margot néni. De olyan tartása volt, hogy megtanultam, hogy nem szabad magunkat elhagyni a 90 éves korunk ellenére sem. Ő például azt mondta egyszer nekem, hogy ne menjünk, Szuzánne, ahogy nevezett, ne menjünk mi a parkba sétálni az öreg asszonyok közé, hanem itt van a 400 méteres sportpálya, és ott, és akkor elkezdtük, bizony, és a sportpályán sétáltunk körbe-körbe, volt, hogy Margot néni 3 kört is megtett, és akkor úgy visszanézett, hogy ugye nem megyek nagyon gyorsan, bírod az iramot? De most egy kisebb faluba kerültem, szintén Kemptenhez közel, de és mindig mondom nekik, hogy ez a mennyország. Az egy olyan gyönyörű, csendes és tiszta, és hogy micsoda összetartás van abban a kis közösségben. Minden szomszédot zenével köszöntenek fel, van egy ilyen rezes bandájuk, bajor muzsikával, és odállnak ház elé, és masíroznak, és mennek, és utána vendégül látják, megvendégelik őket. Én ott gyűlöletet vagy irítséget nem is tapasztaltam. Németországban nagyjából 100 000 kelet-közép-európai gondozó dolgozik, de becslések szerint ez a szám inkább 3-400 000, ami az igényeket illeti legalább 2-szer ennyire lenne szükség. Nemrég Németországban meghirdettek egy pályázatot, ahová gondozók jelentkezését várták. Egy német állampolgár sem jelentkezett, mivel külföldi viszonylatban nagyon alul fizetett munkáról van szó. Ha húsvét, akkor hímes tojás. Nem csak a locsolóknak készülnek a lányok, az ünnepre ezzel is díszíthetjük otthonunkat. A tojások színezése, díszítése régi korokra nyúlik vissza. A leggyakrabban használt szín a piros.
A díszített tojás neve a hímes tojás. Elkészítésükre számos technika létezik, ezek közül mutatunk be néhányat. Nyakunkon a húsvét, ilyenkor kerülnek elő, vagy készülnek a hímes tojások, díszes tojások. Most a tojásírással ismerkedhetünk meg. Először is mi az, amire szükség van ahhoz, hogy mit tojást írjunk? Házilag otthon is elkészülhet. Elkészülhet házilag otthon is, igen. Tehát kell hozzá legelőször is egy íróka, ami nem szükséges, hogy ilyen tölcséres legyen. Egyszerűen el tudjuk készíteni otthon egy fémlemezt, egy tűköré csavarunk, és fába beerősítve rádrótozzuk. Az a legegyszerűbb, amit otthon is el tudunk készíteni. Szükséges továbbá hozzá méhviaszt, vagy sima viaszt, de én inkább a méhviaszt ajánlanám. Utána a legszükségesebb a tojás és a festékek, amivel felfestjük a tojást. A tojást főzzük, vagy kifújjuk? Lehet kifújt tojást is készíteni, kifújttal is, és lehet főtt tojással is készíteni. Melyik a praktikusabb? Praktikusság szempontjából én a kifújt tojást ajánlanám leginkább. Hogyan kezdjünk neki a tojásírásnak? Legelőször is felolvasztunk méhviaszt, a következő lépésként pedig fel fogjuk melegíteni az írókánkat. És miután felolvasztuk, megmelegítettük az írókát, át kell, hogy melegedjen, ugye ez a fém, akkor lehet többféleképpen is megtölteni, de most mi azt mutatom be, hogy hogy melegítem a méhviasztal, így. Tehát az a kis töltsérbe beletöltjük a megolvadni. Hogy vonától, tehát keresztbe kell osztott tojásként, át kell húzni a vonalakat. Ezt követi a színezés. A feloldott festékbe érdemes egy kevés ecetet és sót tenni. A viasz alatti rész nem színeződik be, így alakul ki a minta. Ha több színűre szeretnénk festeni a tojást, száradás után le kell viasszal festeni azt a részt, amit nem szeretnénk beszínezni. A locsolkodóknak azonban nem mindegy, hogy milyen színű tojást adunk. A piros ugye általában a szeretet, a Krisztusnál az újjászületés, a szerelem jelképe volt. A kék tojást általában rokon gyerekeknek, rokon fiúknak, vagy olyan fiúknak adták a lányok, akikkel nem akartak komolyabb, csak baráti kapcsolatot. A zöld tojást pedig olyanoknak adták, akiknek még nem lehetett tudni, hogy szerelem vagy barátság fog kialakulni köztük. Úgyhogy akkor ez sem mindegy, hogyha készülünk. Nem mindegy, hogy milyen színű. Így van, hogy milyen színű tojást adunk nekik. Én is megpróbálkoztam a tojásírással, nem nehéz, de kézügyességet igényel, és időt. Ugyanis a viasznak és a színrétegeknek is teljesen meg kell száradniuk. Újabb helyszínen járunk, Marika néninél. A szobája tel is tele van tojásokkal, méghozzá különböző technikákkal készültek. Hogyan készültek? Milyen tojások vannak itt magánál? Hát itten vannak mindenféle, ami én nekem megtetszett, és amit másoktól láttam, hogy készítették. Hát ezt nem tegnap kezdtem, hanem ez már mind régi dolog. Itt például ezek a filccel kidíszített dolgokat egy megboldogult tanítónénitől tanultam, és ezeket mondhatom, hogy ezeket mind én készítettem el. Na most ezen az oldalán és a másik oldalon, itt viszont régi emléktojások vannak, mikor a férjem ment locsolni, Dani bácsi. Azokat akkor összegyűjtötték? Összegyűjtöttük, és nem ajándékoztam senkinek, ezek megmaradtak emléknek. Kifújom, megszárítom, veszek vasfestéket, mert az fényes, az már lagozott, és akkor megpróbálom, először lerajzolom grafitceruzával a kifújt, megszáradt tojásra, és akkor áthúzom, van egy ilyen speciális tűm, amivel áthúzom ezeket a szálakat, amin lógnak, ugye, és akkor amit látok könyvekbe, vagy a régi tojásokról, akkor én azt újonnan megpróbálom, én egyedül szép, lassan megcsinálom. Marika néni 84 éves, kezei alól számos hímes tojás került már ki. Minta ötleteit nem is akárhonnan meríti. Megmondom őszintén, ezeket a mintákat, ezt, még ezt a mintát
Tudja, honnan néztem le? Ez nem is festve van, ez ragasztva van a szalvéta ragasztással. Majd megmondom, amikor nézem a Pannon tévét, egy sarkába mindig olyan gyönyörű, piros, magyaros kalocsai mintával van díszítve, és akkor ott írja, hogy mi lesz, hogy lesz. És nekem az nagyon megtetszett. Nagyon. És ilyen hasonló van a Pannon TV-nek ott a sarkába. Itt is egy húsvéti tojás készül, műanyagból, nyomtatással. A modern világban már nyomtathatunk is húsvétra tojást. A 3D nyomtató és a hozzá szükséges műanyag könnyen beszerezhető. Lyukacsos, kristályos, szétszedhető. Többféle is készülhet ezzel az eljárással. Kész modellt kell összerakni, 3D-ben muszáj legyen, utána az megy át az egyik programon át a másikhoz, és utána mehet a nyomtatás. Milyen hosszú ez a folyamat, meddig tart kinyomtatni egy tojást? Az attól függ, mennyi anyag megy bele, de egy ilyen átlagban 3-4 óra hossza kell. A hímes tojás tehát rengeteg féleképp elkészülhet, a locsolkodók pedig szívesen fogadják húsvét hétfőn. Mi is készülődünk húsvétra itt a Pannon televízióban. Kiváló műsorokat gyűjtöttünk össze önöknek, hogy jó szórakozzanak a tévé képernyő előtt is, de hogy mivel várjuk önöket, azt vendégeimtől, Czalbert Anitától és Herceg Zsolttól kérdezem. Sziasztok, köszi, hogy eljöttetek hozzánk. Szia. Ismét. Így ünnepek előtt általában mindig megjelentek nálunk. Anitától kérdezem először, milyen filmeket sikerült összegyűjteni? Mivel várjuk a nézőket? Rajzfilmekkel és filmekkel is várjuk a nézőinket. Először is szombat délután kezdődik a rajzfilmes programunk. Délután 6 órakor a Hári János című rajzfilmet mutatjuk be, és ha lemaradnak róla, akkor vasárnap még megnézhetik 8:30-tól. Vasárnap délután pedig a Macskafogó második részével készültünk, ugye eddig a nézőink megszokhatták, vagy már láthatták nálunk a Macskafogó első részét, de hogy teljes legyen a történet, ezért elhoztuk most a második részét is, valamint vasárnap este a Ludas Matyi története fogja várni a nézőket. Ez pedig azért érdekes, mert hogy egy régi felvételről van szó filmes változatban, amit a Magyar Nemzeti Filmarchívum felújított egész több éves munkával, úgyhogy most ez látható nálunk majd vasárnap este. Sikerfilmeket adunk egész évben. Miben mások ezek a húsvéti filmek és a húsvéti szórakoztató jellegű tartalmak, mint ami egész évben van vasárnap? Talán abban más, illetve azt lehet kiemelni, hogy jobban törekedtünk arra, hogy a legkisebbeknek, tehát a gyerekeknek is valamennyire megtaláljuk, illetve eltaláljuk az ízlésüket, tehát ezért készültünk rajzfilmekkel. Tehát ezért készültünk a Hári Jánossal, a Macskafogó 2-vel is, amelyek olyan rajzfilmek, amelyeket szerintem érdemes megismerni a legfiatalabb generációnak is. Talán ez az egyik aspektus, amiben más, illetve az, hogy több családi film, illetve olyan könnyed, szórakoztató filmet próbáltunk összegyűjteni, ami ilyenkor is működhet, akár egy egész család számára. Elárulhatok annyi kulisszatitkot, hogy ezek, amiket az említettél, ugye a Hári János és a Ludas Matyi, ez egy generációkon átívelő animációs filmek. Talán egy kicsit még próbáljuk a szülőket is oda vonzani a képernyők elő, mert azt gondolom, hogy egy Mancsőrjárattal, vagy a manapság futó rajzfilmekkel a gyerekekhez nem tudom, hogy mennyire tud szólni, vagy inkább a felnőttekhez tud-e szólni? Jó az elképzelés, mert valóban ez is fontos, tehát hogy bízunk abban, hogy a szülők, akik ismerik ezeket a filmeket, rajzfilmeket, hogy odaültetik a gyerekeiket a tévék elé ilyen pillanatban, hogy ne csak a Mancsőrjáratot nézzék, hanem olyan rajzfilmeket is, amelyek például a magyar filmnek a magyar kultúra, magyar kultúra abszolút szerves részei. Talán ezt nem túlzás kijelenteni. Élő közvetítésünk is lesz. Így van, lesz élő közvetítés. Vasárnap 10 órakor Bácskos útfalván istentiszteletet közvetítünk. Ez ugye, ahogy említettem, vasárnap 10 órakor, de pénteken már lesz Jézus kereszt halálára emlékeznek Rómában, ugye ezt a Via Crucis, ezt mint minden évben mi is most átvesszük és műsorra tűzzük, tehát hogy ezt is meg lehet nézni. Ez pénteken lesz 21 órakor.
Anita, milyen egyéb tartalmak lesznek még a tévében? Húsvét hétfőre még várjuk a nézőinket, mert hogy a HAB című magyar romantikus vígjátékot fogjuk nekik elhozni, ami egy nagyon szép szerelmes történet, úgyhogy valószínűleg mindenki élvezni fogja. Locsolkodás után egy kis szerelem. Igen. Valami még, ami kimaradt? Szerintem mindent megbeszéltünk. Talán annyi még kimaradt, hogy a tájékoztató jellegű műsoraink megmaradnak, tehát a híradóban várjuk Önöket, nektek pedig köszönjük, hogy ennyi sok mindent összegyűjtöttetek a nézőink számára. A Pannon Rádióban is lesz húsvéti műsor. A reggelisek különböző tartalmakat gyártottak már egész héten, ebből láthatnak most egy részletet. Mi a neve a mai? Rillett, Liba Rillett lesz az első. Ezt is pirított kalácson, csak úgy, mint ahogy a következőt is pirított kalácson. Ott a készült, tudok valami segíteni, akkor szól. Egy kis varjú. Hú, de gazdag az. Ez gazdag is. Ez gazdagon kell rá tenni. Figyeld ezt. Ez itt tudom mi, csak nem fog eszembe jutni. Ebből a csigába is. Ilyen csigát, csak kicsőnek meg. Hoppa, jó. Nézd meg, ott az absztrakt alkotás. Az Eci megkóstolja. Van rajta zeller, lé, minden, szolaj, olaj. De finom. Mennyi alacsonynak tudod az asztal? Egyet a papa kedvéért. Na milyen? Milyen jó. Ez megkóstolásom. Mi a következő húsvétkor rendhagyó reggelinek? Rendhagyó reggelünk, ami tartalmaz már hagyományos, vagy inkább alig a hagyományos alapanyagokat, mint például a sonka vagy a tojás. Most mi nem főtt sonkát fogunk főtt tojással, hanem friss füstölt sonkát ugyanott tojással készíteni. Pontosan, mint a rántott levesbe, mert abba is tudja a tojásba. Az edénybe, és akkor ahogy a víz törvénylik, vagy forog, úgy a tojás gyönyörű szépen. Úgy, az úgy néz ki, mint a medúza. Az mi? Hogy beledobtam. A bengét, és mindig egy kicsit. Mindig jó, mindig jó, tehát ilyen szakmi edényeket nem. Megpirítottuk a kalácsot. Rátesszük a tormás tájföldet. Zsúj! Hopp! Kambér! Kambér! Na milyen? Az olyan, mint a sült tojás, meg a főtt tojásnak a keveréke. Szóval jó. Milyen, milyen a szósz? Kóstad meg a szósz. Várj, mi kell ennem a csíra? Nagyon finom. Csíra? Jó. És további húsvéti videók találhatók a Pannon reggeli Facebook oldalán, melyet érdemes követni. Hétfőn például locsolkodáshoz kötődő ajándékok is lesznek. A Szabadkai Magyar Rádióban húsvétkor gyermekműsorral, vallási tartalmakkal, kívánságműsorral és szintén ajándékokkal várjuk Önöket, közügyek pedig legközelebb kedden lesz. Áldott békés húsvétot kívánok mindannyiuknak, viszontlátásra!